Réka vagyok, ő pedig itt a férjem, Jani. Arra kértek minket, hogy beszéljünk egy kicsit a mai oratórium témájáról, ami pedig lenne a család. Akkor váltunk igazán családdal, amikor megszületett a kisfiunk Kristóf, aki nem sokára az első születésnapját ünnepli. Így bizony minden átértékelődött körülöttünk. Ami eddig fontos volt számunkra, az háttérbe került, és amire eddig nem is gondoltunk, az pedig előre. Átértékelődött az is, hogy kik a barátaink, kik azok, akikre mindig számíthatunk, és kik azok, akiktől sajnos el kell búcsúznunk. Viszont arra jöttünk rá, hogy egy valaki mindig ott volt közelünkben, aki nélkül nem lehet egy családot elképzelni, az pedig a Jóisten. Azt hiszem, ő az, akire bármikor számíthatunk. Ő az, aki a biztos alapja a mi kis családunknak. Rengeteg nehézségünk van. Nagyon szeretnénk egy húzamban legalább 8 órát aludni, de erre most már lassan több mint egy éve nem került sor. Azonban nem cserélnénk senkivel. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ilyen csodálatos fiunk van, és hogy itt vagyunk egymásnak. És azok a pillanatok, az első pillanatok, amikor először rád néz, amikor először fürdeted, amikor először rád mosolyog, és amikor először mondja, hogy anya vagy apa, azok felbecsülhetetlenek. Azt hiszem, ezek azok, amik mindig átlendítenek minket a nehézségeinken, és mindig adnak erőt a folytatáshoz. Így van. Szóval azt tanácsoljuk mindenkinek, aki eddig hezitált azon, hogy családot merjen alapítani, azon fiúknak, akik gondolkodtak, hogy most megmerjék-e kérni a barátnői kezét, vagy nehogy, bátran vágjatok bele, bátran kérjétek meg a barátnőitek kezét, házasodjatok össze, legyen gyermeketek, és legyetek nagyon-nagyon boldogok, mert erre vagyunk genetikailag bekódolva. Sziasztok! Sziasztok!